Sziasztok! Április 30 van még. Visszanéztem a videóm az előzőt, és láttam, hogy hát mondtam benne, hogy csináltam valami kerti díszt, és elfelejtettem megmutatni. Na most pótolni szeretném. Egyébként most elmegyünk hátra az erdőbe szedni orgonát, de oda is jöttök velünk. Úgyhogy magunkhoz veszünk egy metszeolót és induljunk, de most mutatom a díszt. Hát ez lenne, azt tegnap találtam egy ilyen régi vágású cserepet. Hát az az igazság, hogy kiszáradt belőle egy nagyon szép virág, amit nagyon sajnálok. Na hát volt fülrózsám így össze-vissza elfekvőbe, ezek törpe fülrózsák, így körbe. És a közepén egy hatalmasra növő fülrózsám van. Most egyelőre ide raktam ezeket a köveket, de hogy majd nől, majd akkor kiveszem onnan a köveket, és akkor, ha már egyszer itt vagytok, először is szeretnék mutatni egy nagyon cuki főnökasszonyt. Na, erre jutottunk még. Hú, nem tudom, mit láttok belőlem, én semmit. Na, ott lesz egy futó valami növényem rakva, és mivel nem lett elég így jövő héten majd de veszünk még egy pár darabot, és akkor ez kész lesz, de most menjünk akkor az orgonáért. De előtte megmutatom a tündérkertem, hogy ez így alakul. Én szerintem minden nől benne, ez is. Szerintem ez is nőtt, és a fűrózsák is nőttek, ez biztos. És ide nézzetek, milyen gyönyörű ez a lila törpeárvácska. Hát tele van virággal. Csodálatos. Remélem látszik. Nagyon-nagyon süt a nap. Én nem sokat látok belőle. Na, majd visszanézem. Mindig, amikor visszanézem, akkor veszem észre azt, hogy jaj, elfelejtettem. Az meg a lila-sárga törpe árvácska, de ez is tele van bimbóval. Főnökasszony már jön. Hol? Ott. Itt is van egy nagyon szép kis kezdődő. Itt is. Itt. És egyébként itt is tele vannak bimbóva. Na most már tényleg megyünk. Nagyon-nagyon fúj a szél. Figyelem, nehogy a pudingra rálépjek egyébként. Na, szóval itt hátul nálunk ment hátul a sín. Régen, majd megmutatom. Hú, most elég hűvös szél fúj. Apus, mit szólsz? Ennek nem hideg. Sőt, meleg. Ennek neki kánikula. Én nem tudom, én fázós vagyok. Tamás, ez meg ennek még télen se kéne fűtést kapcsolni, mert ott az örök társam állat személyébe. Nem hagyna. Na most, hogy süt a nap. Mindjárt vetkőzünk, Mónik, mert. Na, ha kisüt a nap, akkor már meleg van, de rohadtul. Mekkora itt ez a dzsumbúj, te jó ég térdig ér. Hát én nem is tudom, mikor jöttem erre utoljára. Kora tavasszal voltunk, ugye? Ja, úgyhogy mi erre szoktunk így kiruccanni, ez ingyen van természetbe kijönni. Ez nagyon jó dolog, csak mivel közel vagyunk a határhoz, így hát nem tanácsos egyedül erre járkálni, az az igazság. Láttunk mi már erre érdekes dolgokat. Úgyhogy megnézem, a puding elég jól le van maradva már. Na, hogy megmutatom az orgonákat. Jött utánunk a puding, de ő itt nagyon fél. Valamiért nem szereti. Nem szeret itt. Na, virágzik a bodza, úgyhogy jövök majd bodzát szedni. Férjem meg már szedi a... Szóval a férjem már szedi az orgonát,
menjünk, nézzük meg, már szagolgatja. De azt mondta, hogy muszáj vagyok a lábam mellé nézni. Azt mondja, hogy el van virágozva, vagy nagyon megszedték. Puding meg csak... Gyere! Gyere, semmi baj! Gyere! Gyere, pudingom, semmi baj! Nem kell félni! Nagyon szép helyen vagyunk egyébként. Neki ez már elég nagy teljesítmény, ha idáig eljön velünk, mert nagyon nem szeret már sétálni. Hát 5 éves lesz idén, szóval aztán igencsak arra lakunk, szóval de jön, mert hűséges. Igen, te hűséges vagy, igen. Na, engedj, nem, semmi baj. Na, szedjük az orgonát, és megmutatom majd, hogy milyen gyönyörű itt a... Hát jó van, fúj a szél. Na, itt az orgonabokor, jó nagy. Hát ez nem a nemesített orgona, ez a vad orgona, de... Hát azért garantálom az illatot. Hát ez el van virágozva. Nagyon csúnya. Már nagyon csúnya. Vagy megfagyott. Na, megmutatom, hogy milyen helyen lakunk. Férjem szedi addig az orgonát, de nagyon csúnya. Vagy megfázott, vagy már nagyon-nagyon el van virágozva. Hát... Pedig a mi gyerekkorunkban, akik van idősek, minden vagy idősebb, tudjuk, hogy május első vasárnapjára még mindig volt orgona anyánk napjára. Mindig orgonát vittünk haza anyunak anyánk napjára, még hogyha egy szállal is, de megemlékeztünk az anyánk napjáról. Na, mutatom a... Megfordítom a kamerát, és mutatom, hogy ez egy annyira jó energiák vannak itt is. A puding fél, úgyhogy tudjátok, hogy az állatok látják és érzik jobban, mint az emberek, vagy hogy mondjam, aki nagyon nincs, na, megfordítom, mert ezt látni kell. Ugye? Nagyon szép. Ide szoktak jönni őzek is enni erre a rétre. De ez is gyönyörű. Imádom ezt az erdőt. Na, nem is megyek tovább. Itt csinálok egy fotót. És szerintem ide nem is nagyon kellenek szavak. Hol vannak a madarak? Aha.
Na, ott ment régen a sín. Nem megyek közel, mert akkora a dzsindzsa. Na, hazafele tartunk. Ennyi volt a kis túra. Azért kicsit hosszabb ideig tartott, mint amit ti ebből érzékeltek. Puding előttem liheg már szegényként, de jön. Nem engedi magát még fővenni se, hát ő parasztmacska. Na. Na, akkor igazából ennyi volt még a 30. kis szösszenet. Folyt köv holnap bográcsozással. Csak gondoltam, hogy elhozlak benneteket orgonát szedni. Megmutatom, hogy még a pudingot megmutatom. Megy előttünk a cicókája. Ott lakunk arra. És néz hátra időnként, hogy jövünk-e. Puding! Puding! Jó van. Most. Na, sziasztok! Május 1! Csináltam csipetkét, kint föl a babgulyás, mindjárt megmutatom. 3 live-ot indítottam, egy és sikerült, képzeljétek el, engedi a telefon, hogy, vagyis a YouTube, hogy telefonról indítsak live-ot, ezek szerint egy hetet kellett várni, vagy kettőt, hogy indíthatsak, és el is indítottam, de valamiért én balga állítva kezdtem el live-ozni, akkor azt kinyomtam, utána még kétszer próbáltam fektetve, a telefont az jó volt, akkor visszaértesítve, vagy kaptam egy visszajelzést, hogy nem küld értesítést a YouTube, meg mit tudom én, akkor mondom, jó, akkor nem live-ozok, akkor inkább levlogolom, ígértem nektek, hogy csinálok egy május egy vlogot, akkor itt nekem is megmarad jobban emlékben, mint a live. Jó, az is megmarad emlékben, de nem tudom. Na, furi volt, hogy egyedül ott voltam, és senki nem jött, mert nem kaptak értesítést, aztán így mindegy. Na, tegnap előtt csináltam sportszeletet, mindjárt megmutatom, hogy milyen lett. Nagyon szeretjük. Csináltam csipetkét, azt is megmutatom, a babgulyás kint föl rotyog, minden, úgyhogy azt is mutatom. Lett egy kis adag csipetke, de szeretnénk vinni a dédinek is babgulyás csipetkével, meg ezt le is lehet fagyasztani, sportszelet, darált keksz, meg ilyesmi, ha gondoljátok, megcsinálj majd legközelebb vlogba, úgyhogy egyelőre ez így ennyi. És itt a pincsi babgulyás, amit próbáltam live-ba megfőzni, de nem sikerült. Van benne minden finomság, tényleg nem póróltunk is semmit. Óriás bab van benne, úgyhogy Tamás már így nyaggat, amikor lesz kész, de hát nem tudom. Ugye megnézem, hogy a babot hogy áll. Még mindig kint 00:30 van, szerintem még egy fél óra is, akkor tudunk enni, de én most már nagyon éhes vagyok, de kóstolgatom, és finom lesz, annyi, hogy ugye hát eszembe jutatott volna, hogy ez nagy szemű babes sokáig föl, pedig be is áztattam, meg 3-szor le is főztem reggel, ez van. Úgyhogy, de nem baj, jó az idő kint végre, és nagyon-nagyon jó kint, nem bánom, hogyha még estig is kell itt ülni, akkor is megvárom, és de legalább jó idő van, tényleg. Na, úgyhogy csak helyzetbe jelentettem jönni. Majd megmutatom, hogy milyen lett. Más nem tudok csinálni. Úgyhogy ti is érezzétek jól magatokat, és most aludt el a gáz már megint. Befúj a szél egyébként rohadtul, és szerintem elfújja a lángot. Lehet, hogy amonnan kellene egy kicsit
megtámasztani, vagy eltakarni a tüzet. Megmutatom a törpeárvácskámat, én annyira... Meg képzeljétek el, az előbb itt volt egy lepke, és én még ilyet sose láttam, ilyen szürke és fekete mintázata volt, ilyen jó nagy volt, és alul a két szárnya alatt rózsaszín karika, ilyen dísz, pötty. Ezt nézzétek, milyen szép. Hát ez, ugye, hogy milyen szép, vagy, hát igen, nagyon szép. Na jó étvágyat kívánok! Ebbe van egy kis kóbi is. Na, úgyhogy kész is lett. Jó étvágyat! Hú, nagyon jól laktunk, nagyon ízlett. Fia megérezte az illatokat, ő is jött, evett egy tányérral. Pulika is kapott borda porcot is, úgyhogy jó dolga van nálunk az állatoknak. De még föl egy kicsit, mert a bab egy kicsit kemény, de nekünk már jó. De szeretnénk vinni a dédikének, úgyhogy neki még tovább főzzük inkább, mert na, 90 éves. És hoztam ki kedvenc fagyimat. Várjatok, pedig betanultam a szöveget, jégkrém torta, kávés jégkrém torta, Lidl is. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom. 1000 forint, szóval ki lehet bírni, na. További szép napot, szerintem ezzel le is zárnám ezt a videót. Szerintem mi még egy kicsit tollasozunk. Nem. Férjem így, nem. Akkor majd én egyedül. Nem. Na, mindegy, eltöltjük az időt, lehet, hogy kártyázunk, vagy mit tudom én, valamit majd csinálunk. Itt ül mellettünk a fiunk, úgyhogy egy hős, nem tiktokozik. Na, sziasztok, és mindenkinek kellemes, nem tudom mit, május elsejét. Sziasztok!